Tehát a Ketubot traktátus 58-as lapja, a lap legvégén kezdünk, és az 59-es lapot fogjuk megpróbálni ma átvenni. Nos, tegyünk egy pár bevezetést, azért, hogy ne legyünk teljesen elveszve. A Misna törvénye szerint, amikor férj elvesz egy nőt, férfi elvesz egy nőt, akkor kötelessége a nőt ellátni, és a későbbi misnákban részletesen is ki lesz fejtve, hogy ez mit jelent. De alapvetően a férj kötelessége egyrészt ellátni élelemmel, másrészt ellátni mea kesef, száz, vagy nem is, valamilyen mennyiségű, mondjuk azt, hogy száz pénzzel, és ez a pénzmennyiség, amit ad időközönként, most nem emlékszem pontosan, hogy ez havonta vagy hetente, ez a nőnek a költségeire, bevásárlásaira, stb. Van használva. Ugye a férfinek ez a két kötelessége van. Milyen kötelessége van a nőnek? Hogyha a nővel egy háztartásban él a férfi, akkor hamarosan tanulni fogjuk, hogy milyen munkákat kell, hogy végezzen a nő az otthoni háztartásban. Ha nem egy háztartásban élnek, akkor a misna meghatároz egy bizonyos mennyiségű fonalat, amit a nőnek fonnia kell, és gondolom, itt egy olyan típusú munka, amit minden nő el tud végezni, különösen az otthonban nem olyan voltak más opciók, vagy nem hemzsegtek az opciók a női jövedelem szerzés és a női munka tekintetében. Tehát fonjon fonalat, és annak egy bizonyos mennyiségű fonál, az a jövedelem, amit azért kell, hogy adjon, a férj rendelkezésére bocsásson, mert cserébe a férj viszont gondoskodik az ellátásáról. Minden olyan e fölötti termény, vagy jövedelem, ami a nő kezét illeti, az maiszar, az valamilyen bónusz, ami az alapjövedelem fölötti bevétel. Most alapvetően abból indulunk ki, hogy ugyanúgy, ahogy a férfi két dolog, kétfajta tartásdíjat, vagy ellátást biztosít a nőnek, van ugye az alapellátása, és van az a pénzmennyiség, amit a rendelkezésére bocsájt, a mea kesef, amit a nő rendelkezésére bocsájt a bevásárlásokhoz. Ugyanígy ezzel szembeállítva ott van a nőnek az alapjövedelme, amit a férj rendelkezésére bocsájt, és van az az extra, amit hogyha a előírt munka fölött teljesít, akkor azt ugyancsak a férfinek adja. Ugye ez volt az egyik alapbevezetés, amit fontos megismernünk, mielőtt tovább mennénk. Oké, tehát akkor a férfi ad kétféle dolgot, és a nő is ad kétféle dolgot. A férfi adja az alaptartásdíjt, hogy maga a nőnek a napi ellátásához szükséges, és adja a mea kesefet, azt a extra pénzmennyiséget, ami a nőnek a kényelmi bevásárlásaihoz szükségesek. A másik oldalon pedig a nő azt a jövedelmet, amit megszerez a fonással, azt odaadja, vagy magát a fonalat odaadja a férfinek, és hogyha e fölött teljesít, akkor ezt is odaadja fel a férfinek. És akkor így a két dolog egymással teljesen szimmetriában van. A misnánk arról beszélt, hogy van-e joga a férfinek rendelkezni a nő jövedelme fölött. És ugye a legegyszerűbb példája a rendelkezésnek az az, hogy például a férfi lehet olyan idézőjelben nagy lelkű, hogy felajánlja a szentély kincstárának a javára
a felesége jövedelmét. Alapvetően azt mondtuk, hogy erre nincsen mód, és mindenféle magyarázat volt arra, hogy itt ebben a mistában arról az esetről van szó, amikor férfi nem biztosítja a nőnek a tartásdíját, és ezért nincs is joga, hogy a jövedelme fölött rendelkezzen. Viszont a mista másik paragrafusában arról volt szó, hogyha a férfi nem a nő alapjövedelméről szeretné rendelkezni, hanem a bónuszról, az extráról rendelkezik, arról az extráról, ami több, ami az a többlet, ami a nő számára elegendő, vagy a nő, normál esetben a nő a férfi tartásdíjával szembeállított alap jövedelme. Ezt fölajánlhatja a szentének. E fölött van-e joga rendelkezni a férfinek? És én a Misna két idéz, vagy két véleményt mondott, Rabbi Meir szerint igen, és hogyha ezt felajánlotta a szentének, akkor az igaz, az valóban szenté is válik. Rabbi Yochanan a Sandler szerint viszont nem. Nincs joga e fölött rendelkezni, és ezért ez a alap teljesítmény, vagy alap jövedelem fölötti jövedelem is profán marad, nincs joga a férfinek e fölött rendelkeznie. Most erről fogunk elkezdeni beszélni, mi az oka, nem is az, hogy mi az oka, hanem egyáltalán milyen esetről beszél, milyen módon mondja azt a misna, hogy ez szenté válik, vagy nem válik szenté. Ja, azt kell értenünk, hogy itt azon az alapkérdésen túl, ami úgy szól, hogy a férfinek van-e joga rendelkezni a feleség jövedelme fölött, és akkor ezt megvizsgáltuk abból a szempontból, hogy a férfi az ő maga kötelességének eleget tette, vagy sem. Tehát ő maga a tartásdíjat fizeti-e, és akkor viszont ezzel szemben rendelkezhet-e a nő jövedelme fölött, vagy sem. Emellett van egy másik probléma is, ami egy visszatérő jogi kérdés, és ez a davarse lojbole ojlom kérdése. Davarse lojbole ojlom szó szerint azt jelenti, hogy egy dolog, ami még nem jött a világra. Ha valami nem jött még a világra, akkor, akkor is, hogyha várható, hogy majd jelentkezik, van egy lehetőség jogilag rendelkezni fölötte. Valami olyan bevétel, tulajdonszerzés, ami még nincs itt, ami még nem az enyém, vagy egyáltalán nem is létezik még, a fölött rendelkezhetek-e már most, még mielőtt a dolog létrejönne, vagy az enyémmé válna. És itt is ez a kérdés, amikor a férfi azt mondja, hogy ő a nő jövőbeni extra jövedelmét azt felajánlja a szentének, akkor tehet-e ilyen felajánlást, amikor egy olyan dologról van szó, ami még nem áll rendelkezésre. Sitri Rabbi Meir azt mondta, hogy igen, a dolog szenté válik, a Bjöjjhlan a Szándor azt mondja, hogy nem, és feltételezzük, azért mondja, hogy nem, mert azon az állásponton van, hogy én adom Magdis Davarsab Laiba leajlom, hogy egy ember nem rendelkezhet, és így a szentének sem ajánlhat fel egy olyan dolgot, ami még nem jött a világra, ami még nem nincs előttünk. Oké, de minden esetre Rabbi Meir azt mondta, hogy igen, hogy lehet rendelkezni egy ilyen dolog fölött, az ilyen dolog is szent. A mai szóval Rabbi Meir, hogy miért hegdes? Tehát ez az extra jövedelem, az alapjövedelme túli jövedelem, Rabbi Meir ugye azt mondta, hogy ez igenis szenté válik, és a férfi rendelkezhet e fölött. A kérdés az, hogy émaszkod és mikor válik szenté? Rábus mondta, amit rá vágyunk, Moisza, Achar, Misza, Kodesh. Adabar, Ahava, Amar, Moisza, Mechaim, Kodesh. Itt kétféle értelmezése van annak, amit Rabbi Meir mondott. Ráv és Shmuel, akik általában vitatkozni szoktak a Talmudban, vitapárok, itt kivételesen egyetértenek, és mind a ketten azt mondják, hogy valójában ez az egész dolog, ez nem érvényes, pontosabban csak akkor érvényes, hogyha a nő meghal. Mert feltehetően milyen esetről van itt szó? Egy olyan esetről, amikor a férfi nem bocsátja a nő rendelkezésére azt a tartásdíjat, amivel szemben rendelkezhetne a nő extra jövedelme fölött,
tekintve, hogy ezt nem teszi meg, ezért valójában nem is rendelkezhet fölötte. Mikor válik a dolog mégis szentté? Mikor válik érvényessé az ő rendelkezése? Akkor, hogyha a nő meghal, és a férfi, mint a nő örököse, megörökli a nő által szerzett minden vagyont. Így ezt a vagyonelemet is. De így valójában mindaddig, amíg a nő él, addig a férfinek nincs joga rendelkezni e fölött a dolog fölött, mert egy olyan esetről beszélünk, ahol a férfi az ezzel szembeállítható tartásdíjat nem fizette. Ádabarával már, ma is szemben hány kadas? Ádabarával viszont azon az állásponton van, hogy de igenis rendelkezhet e fölött az extra jövedelem fölött a megélhetésen túli extra jövedelem fölött rendelkezhet a férj. De miről szól valójában a vita? Hába bérav papa? Ezt kérdezte a papa is. Bemáj. Milyen esetről beszélünk? Ilém a bemáj lemenem zainas, a máj lemenem a keszület szeheo, máj tám de manda omálá, a kadesh. Milyen esetről beszélünk? Olyan esetről beszélünk el, amikor a férfi rendelkezésre bocsátja a tartásdíjat, és nem csak a ellátás tartásdíját, hanem a bevásárlások extra pénzét is. Ugye emlékezzünk vissza, hogy a bevezetőnkben mondtuk, hogy két dolgot kell, hogy a férfi rendelkezésre bocsátson. Egyrészt magát a tartásdíjat, az ellátmányt, ami a nőnek az alap megélhetése, méghozzá az élelmezése. És e fölött valamennyi pénzmennyiséget, me a keszef, ami pedig a nő bevásárlásaihoz szükséges. Most, hogyha ezeket rendelkezésre bocsájtotta a férfi, mi okunk lenne azt mondani, hogy a férfi nem rendelkezhet a nő jövedelme, vagy ez esetben a nő extra jövedelme fölött? Ugye ő a saját részét megtette, tehát akkor ezzel szembeállítva, ezzel szimmetrikusan a nő jövedelme fölötti rendelkezés is nála kéne, hogy legyen. Nyilvánvalóan nem erről az esetről van szó, mert ha így lenne, akkor valóban rendelkezhetne a férj a nő jövedelme fölött. De Ela, kese én májlelom az öjnösz, vagy májlelom me a keszepre cecheo, máj tájma de mándó, mert me hányukon is. Akkor mégis miről lehet szó? Arra, hogy nem bocsátja rendelkezésre a tartásdíjat, vagy a bevásárláshoz szükséges tartásdíjat a férfi. Ha viszont erről van szó, akkor mi lenne az oka annak, hogy Ádám bár Áva az az állásponton van, hogy mégiscsak rendelkezhet a dolog fölött, és a dolog szenté válik. Ugye mit mondtuk? Hogy Rabbi Meir azt mondta, hogy a férfi, amikor rendelkezik a moiszar, tehát a nő extra jövedelme fölött, akkor az a rendelkezés érvényes, és a dolog szenté válik, hogyha a férfi azt a rendelkezésével a szentének ajánlotta föl. Mire azt mondtuk, hogy két vélemény van, hogy mit jelent az, hogy szenté válik. Rám és Móra azt mondta, hogy tulajdonképpen nem válik szenté, csak majd akkor, amikor örökösként azt a férfi megkapja. De Ádabár Áva pedig azt mondta, hogy de, most rögtön szenté válik. Most, miről beszélünk? Ha arról beszélünk, hogy a férfi a saját kötelezettségét teljesítette, akkor miért csak a halála után válik? A nő halála után válik a dolog szenté. A férfi nyilvánvalóan rendelkezhet a dolog fölött, hiszen ő, ami az ő kötelessége, azt megtette, tehát ő a nőnek fizeti a tartásdíjat, tehát ezzel szembeállítva a nő jövedelme fölött kell, hogy rendelkezhessen. Nyilván nem erről van szó, hanem olyan esetről van szó, amikor a férfi nem fizette meg az ő kötelességeként előírt tartásdíjat. És ha ez így van viszont, akkor milyen okunk lenne arra, hogy viszont akkor Ráva azt mondja, hogy a dolog szenté válik, hogy rendelkezhet a nő jövedelme fölött? Mi módon rendelkezhetne a nő jövedelme fölött, hogyha ő a saját részét nem teljesítette? Lajlam, de bál, málalam, zöjnösz, ve én nem málalam, me a keszfet a cecheo. Azt mondja, a Talmud, tudod, miről van szó? Arról, hogy a férfi fizette az alaptartásdíjat, de nem fizette az extrát, ami a bevásárláshoz szükséges, me a keszfet. Azt a bizonyos fix pénzmennyiséget, amit fizetnie kellett a bevásárlásokhoz. Most,
Rábus Shmuel Szabdi, mit mond Rábus Shmuel? Úgy, ahogy ezt mi is magyaráztuk, ők azt mondják, te kimum az anyaz tahas mászél deo, ume a keszef tahas mászél. Itt ugye két dolgot kell, hogy fizessen a férfi, és két dolgot, kétféle jövedelme van a nőnek. A kétféle tartásdíj van a férfi részéről, az egyik az maga az ellátás, az a nő élelmezése, a másik a bevásárláshoz adott fix pénzösszeg. Ezzel szemben pedig ott van a nőnek az alapjövedelme, és ott van az extra jövedelme. Most a mi esetünkben a férfi adta az alaptartásdíjat, tehát ezzel szembeállítható alapjövedelem fölött rendelkezhet a férj. Viszont mivel nem fizette a bevásárláshoz szükséges pénzt, akkor az extra jövedelem fölött kiesik a rendelkezése, és ezért nem rendelkezhet fölötte, pontosabban majd csak akkor, hogyha ne adj Isten, a nő meghal, és a férfi azt megörökli. Ez Ráb és Shmuel véleménye. Rav Ada bar Ava szavár, ti kinum az anyas tachsz a maiszer, mi a keszef tachsz maiszer, de a... Rav Ada bar Ava pedig azon az állásponton van, hogy egy fordított a helyzet. A férfi kell, hogy adja az alaptartásdíjat, ami az a nő élelmezéséhez szükséges, és kell adja azt a pénzmennyiséget, ami a fix pénz, ami a bevásárlásához kell a nőnek, de ezzel szemben nem ebben a előbb említett módban van szembeállítva a nő jövedelme és extra jövedelme, pont fordítva. A nő extra jövedelme van szembeállítva a ellátásával, és a sima jövedelme van szembeállítva a bevásárláshoz szükséges extra pénzzel. Mivel a mi esetünkben a férfi adta az alapellátást, de nem adta az extra pénzt, ezért az alapellátás az ugye szemben van a nő extra jövedelmével, és azért afölött rendelkezhet, és ezért mondja a Száva Rádába, Ádabarába, hogy igenis rendelkezhet fölötte, és a dolog, ha a szentének lett felajánlva, akkor szenté is válik. És akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy az a kérdés, hogy az egyik oldalon a férfi alaptartásdíja és a bevásárláshoz szükséges pénz, amit rendelkezésre kell bocsájtani a nőnek, az a másik oldalon az alapjövedelemmel és az extra jövedelemmel hogyan van viszonyban. Ráv és Shmuel azt mondják, hogy a alaptartásdíj van szembeállítva az alapjövedelemmel, a bevásárlás pénzzel pedig szembe van állítva az extra jövedelemmel. Bár Áva pedig pont fordítva mondja, azt mondja, hogy alaptartásdíj van szembeállítva az extra jövedelemmel, és a bevásárlás szükséges pénz van szembeállítva az alaptartásdíjra. Mi ebben a logika? De Michael Fried. Már mindig se hiach. Ugye, Ráv és Shmuel nagyon egyszerű, mit mond. Az a dolog, ami a leggyakoribb, vagy a legállandóbb, permanensebb, ugye a maga a tartásdíj, ami az élelmezéshez szükséges, az van szembeállítva a normális és mindennapi jövedelemmel, alapjövedelemmel. Ugye így logikus. És az, ami nem gyakori, az extra jövedelem, van szembeállítva az extra bevásárláshoz szükséges pénzzel. Márszabar mindedekajec. Mit mond Rav Ada bar Ava? Szerintem pedig nem ez a logika követendő, hanem az, hogy míg az alapellátás az egy változó dolog, mert minden nőnek más igényei vannak, hogy tulajdonképpen mennyi pénz szükséges az élelmezéséhez, azt nem állítjuk szembe, a változó dolgot állítjuk szembe a változó dologgal, ami az extra jövedelem, ugye az a normál fölötti. Az pedig, ami fix, ugye az a bevásárláshoz szükséges pénz, azt pedig szembeállítjuk a bevásárláshoz szükséges pénz, pedig szembeállítjuk a nő alapjövedelmével, ami ugyancsak fixen meg van határozva. És ő ezt a véleményt követi. És ugye nagyon furcsa a Ada bar Ava véleménye, nem ez tűnne elsőre logikusnak. Ugye a Talmud is megkérdezi, Mészvei Tiknum Zöjnös Tachas Mászvei Rea, van egy brájtánk, amelyik
láthatólag pont az ellentétét mondja annak, amit a Váda Barába mond. És a Brájta azt mondja, hogy elrendelték a bölcsek az ellátást szembeállítva a nő alapjövedelmével. Igen, ez pont fordítva van, mint amit a Váda Barába mondott. Azt mondja, a Talmud, éma, táhász, maiszer, maiszer, de azt mondja, hogy igen, ezt ki lehet korrigálni egy kicsit ezt a Brájtát, és úgy mondani, hogy a extra jövedelem, csak azt a szót, hogy extra bele kell rakni. És akkor elrendelték az ellátást, a nő ellátását szembeállítva az extra jövedelmével. Oké. Okay. És akkor nézzük a másik oldalt. Ráv és Smuel. Tasmá, im én a nőszer lak, me a keszöpcör, he a májszer, de a sena. Van egy brájt, ami a következőt mondja, hogy ha a férfi nem adja a me a keszöp pénzt a nőnek a bevásárláshoz, akkor a nő jövedelme őt illeti. Ebből mit látunk? Hogy a nő jövedelme az a, nem az a férfi alaptartásdíjával, hanem a bevásárláshoz juttatandó pénzzel van szembeállítva. Azt mondtam, hogy én van maiszer maiszer de asana. Azt mondtam, hogy itt is lehet korrigálni a szöveget, és azt mondani, hogy a nőnek nem a keze munkájának az eredménye az, ami az övé, hogyha a férfi nem adja ezt a pénzt, hanem az extra jövedelme az övé. Hallak tani, májó iszalai miska, hamis szalaim stíve jóda. Azt mondtam, hogy várjunk csak, de hát az folytatja a Bright, és azt mondja, hogy na és akkor mi az az, amit csinálnia kell a nőnek? Mi az alapjövedelme, amit csinálnia kell? És el is mondja, hogy ez 5 szelá súlyú fonál Júdeában. Ugye azt mondja, hogy Júdeában, mert Galileában másképp mérték a súlyát ennek. De bármi is legyen, akkor mit látok, hogy mégiscsak az alapjövedelméről beszél, és nem az extra jövedelméről. Azt mondja, hogy Tahi Kama, Maise da Kama Havé, de Leida Maise da Kama, Miska Hamislaim, és Tim Jódesén eszesz. Azért tisztázza a Brájta, hogy mennyi az alapjövedelem, hogy tudjuk, hogy mi az, ami az extrának számít, ami e fölött van. Tehát a Bright azt mondja, hogy 5 szelá súlyú fonál Júdeában, ami megfelel 10 szelának Galileában, ez az alap, azért, hogy tudjam, hogy mennyi az extra. De valójában az extráról beszél itt, a nő extra jövedelméről, és ez az extra jövedelem az, ami az övé, hogyha nem kapta meg a bevásárláshoz szükséges pénzt. Amar Smuel, hallaha kelebi éhemon szándra. Most nézzük meg magát a vitát. Ugye mit mondott Rabbi Meir? Rabbi Meir azt mondta, hogy a férfi ebben az esetben felajánlja a nő extra jövedelmét a szentének, akkor igenis rendelkezhet fel, ugye most itt vita volt, hogy mikor rendelkezhet fel a nő élete során, vagy a nő halála után, de bárhogy sem legyen rendelkezhet fölötte, és az szenté válik, de végül a számra viszont azt mondja, hogy nem válik szenté. És alapvetően mit mondunk, hogy miért? Mert a végül a számra azon a véleményem van, hogy én adom Magdis Davos Lajbalajlam, egy ember nem ajánlhat föl, nem rendelkezhet, és így nem is ajánl föl a szentélyek olyasmit, ami még nem jött a világra. Oké. Okay. Most Smuel azt mondta, hogy a halakhárabi éjjelem a számlát követi. Ebből mi következik? Az következik, hogy Smuel azon az állásponton van, hogy valóban én adom Magdis Davos Lajbalajlam. Egy ember nem tehet olyan felajánlást, ami egy jövőbeni dologról szól. Mi a ma Smuel, aki? Tényleg? Ezt mondta volna Smuel? Smuel azon az állásponton lenne, hogy én adom Magdis Davos Lajbalajlam, hogy egy ember nem ajánlhat fel olyasmit, ami még nem jött a világra. Hát nán, könyvöm sáni őszele ticha, én egy szarik lahafi. Azt mondja, nézzük csak meg, van egy misna a fogadalmak traktátusban, ami arról szól, hogy mi van akkor, hogyha egy nő hoz egy fogadalmat, és azt mondja, koinom az egy olyan kifejezés, amit lehet, hogy folyton, hogy ígérem, vagy fogadom. De ezt a kifejezést ezt általában egy áldozattal kapcsolatban használja a
a szöveg. Ugye, hogyha valaki azt mondta, hogy ezt vagy azt a dolgot a szentének felajánlja áldozatként, akkor azt mondta koinom. Most itt egy olyan esetről beszélünk, amikor a feleség ezzel a szóhasználattal megtiltja, hogy a férj bármilyen az ő keze munkájából bármilyen hasznot húzza. És azt mondja, koinom sani ajszele piha. Legyen áldozat minden, amit az én kezem csinál, a te szádnak. Magyarul ugyanúgy egy áldozatból nem ehetsz. Ne ehessél és ne húzhassál hasznot semmiből, amit az én két kezem munkájával végzek. Kérdés az, hogy ezzel a fogadalommal van-e tennivaló. Azt mondja, a tálakámmal én szörök le a fér. Azt mondja, a tálakámmal semmi tennivaló nincs, ezt nem kell komolyan venni. Miért nem kell komolyan venni? Mert a nő mindaddig, amíg a felesége az illetőnek, akkor ugye az a helyzet, hogy a férj el kell, hogy tartsa. A nő pedig akkor ezzel szembeállítva a nő keze munkája a férjet illeti. Mivel a nő keze munkája a férjet illeti, ezért nincsen joga rendelkeznie a keze munkájának a gyümölcséről. Tehát nem tilthatja meg, hogy a férj hasznot húzzon a keze munkájából. De mi a kivaj, mert a fér sem, ma te adif alavjai szemine rajlaj. Ami a kiva szerint viszont igenis érdemesek feloldani ezt a fogadalmat, mert ugyanaz alapjövedelmére ez igaz, de az extra jövedelmére nem, mert lehet, hogy olyan sok jövedelme lesz a nőnek, hogy az több, mint amit köteles a férnek adni, és akkor ez az extra jövedelem igenis olyasmi, ami fölött a nő már rendelkezhetne, és azért, hogy megkerüljünk olyan helyzetbe, hogy ezt tiltottá válik a férj számára, ezért adjunk feloldozást a fogadalomról. De Bjeichelemben Nuri Amár, Jaffer sem, vagy igaz sena. Ute helyi asszura lágzaj. Bjeichelemben Nuri, ő is azt mondja, hogy érdemes feloldani a fogadalmat. De miért? Nem azért, amit Rabbi Akiva mondott, hanem egészen más miatt. De Bjeichelemben Nuri attól tart, hogy egyszer majd el fognak válni. Ha elválnak, akkor a nő keze munkája úgymond felszabadul, már nincsen elzálogosítva a férj javára, hiszen a férj már nem tartja el, tehát akkor az ő keze munkája most már a nőt magát illeti. Abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, akkor a nő keze munkája által szerzett jövedelem tiltottá válik a volt férjére, és innentől fogva nem fogja tudni a férje visszavenni feleségül, ha esetleg úgy döntenének. Ugye van egy olyan micva, hogyha valaki elválik a férjétől, akkor micva, hogy újra összeházasodjanak. De ebben az esetben ezt a micvát nem tudnák teljesíteni. Ve Amár Smuel, ha lakak reményekben nőni. Azt mondja a Talmud, és mit olvastunk, hogy Smuel azt mondta, hogy a halaká reményekben nőnit követi. Tehát, hogy attól tartunk, hogyha majd egyszer elválnak, akkor a nő keze munkája valóban visszanyeri az autonómiáját, és a nő ismét rendelkezhet a keze munkája fölött, és nem akarjuk, hogy akkor tiltottá váljon a nő keze munkája a férjével, mert akkor nem fognak tudni újra házasodni, hiszen egy házasságban nem lehet majd nem lehetne ezt teljesíteni, hogy a feleség minden keze munkája az tiltott legyen a férj számára. Mindenképpen mit mondott Smuel? Hogy ez a halaká? Pedig itt egy jövőbeni kérdésről van szó. Arra van szó, hogy Smuel, hogy a Bjeichelemben Nuri attól tart, hogy a jövőben szerzett jövedelemmel mi lesz. De akkor mit látok ebből, hogy ezek szerint Smuel úgy gondolkodik, hogy Adom Magdis Davas Lajba Lajla. Hogy egy ember rendelkezhet olyasmi fölött, ami még nincs itt, ami még nincs a jelenben, tehát teheti azt például szenté, a szenté tulajdonává, ahogy ez a nő is, szenté, nem szenté a szó szoros értelmével, de tiltottá teszi a férje számára a keze munkáját, egy jövőbeni keze munkáját, majd azt, ami majd akkor lesz, ha esetleg elválik, stb. Jamás Smuel, a lakreményekenem Nuri, a Dafa. Talmud próbál itt egy választ adni, de egy nagyon furcsa választ. Azt mondja, hogy Smuel itt nem a alapjövedelméről beszél a nőnek, hanem a extra jövedelméről. Nem teljesen világos, hogy ennek
ez hogyan, hogyan ad választ a kérdésünkre. De a Talmud ízsű is elveti ezt a választ más, más okokból, úgyhogy valószínűleg ezért nem kérdez vissza, hogy, hogy milyen, milyen válasz ez, hanem más kérdéseket tesz fel. Azt mondja, hogy néma lakra, ebrikha, mert nulilál dafa, azt mondja, hogy ha tényleg így lenne, akkor ezt kellett volna mondja a Smuel. Nem azt, hogy a alakhara bécha menúrit követi, hanem azt, hogy a alakhara bécha menúrit követi az extra jövedelem kapcsán. Valamint innámi, én alakha, ketána káma, innámi alakha krabi akiva, vagy Smuel mondhatta volna azt, hogy a alakha nem tána kámát követi, vagy mondhatta volna azt, hogy a alakhara bécha kivát követi. De mindesetre ez, ez a válasz nem egy jó válasz. El amarebb jöjjön össze. Visszatér a kérdés, hogy az egyik oldalról Smuel azt mondta, hogy a halakharab jéhelemben számlat követi, és ez mit jelent? Hogy én davar, magdis davar, én adom, magdis davar, sülajvel ajlom, hogy egy ember nem ajánlhat fel a szentélynek, ugyanis nem rendelkezhet egy olyan dolog fölött, ami még nem jött a világra. A másik oldalról viszont Smuel itt azt mondta, hogy ha a nő azt mondja, hogy a kezem minden munkája legyen a számodra tilos, már a férfi számára, akkor tekintve, hogy attól félünk, hogy majd egyszer elválnak, akkor valóban tiltottá válik a keze munkája, ezért inkább gyorsan oldozzák fel a fogadalmat. És mit látok ebből? Úgy tűnik, hogy Smuel az az állásponton van, hogy igenis rendelkezhet, tehát felajánlhatja, vagy megtilthatja ez esetben a férjére számára a nő azt, ami még nem jött a világra, hiszen egy olyan keze munkájáról van szó, ami valami jövőbeni állapotban van. És ugye akkor ez a két dolog, ez látszólag ellentmondásosnak tűnik. El amarabb jön vissza, hogy nem vesz ki a Márta, a sajnik, hogy nem vesz, hogy tegyek se adom vissza, például is, ha vére jön, na, adom meg, és dabas, hogy nem vele, azt mondta Talmud, azt mondta rabbi Jószef, itt az egész más. A koinom vesz, az a kifejezés, hogy koinom, hogy olyanná váljon, mint egy áldozat. Mert ugye ezt mondta a nő, azt mondta a nő, a kezem munkája legyen a számodra olyan, mint egy áldozat. Ugyanúgy, mint egy áldozat, ami a szentének a tulajdona, abból nem húzhatsz hasznot. Ugyanígy az én kezem munkája is legyen a számodra tilos. Nos, ugye ez a koinom kifejezés, ez olyasmi, ami látjuk, hogy eltér a normál rendelkezéstől, eltér a normál szentélynek való felajánlástól. Ugye alapból én például mit ajánlhatok fel a szentélynek? Az, ami az enyém. Ami nem az enyém, akkor nem rendelkezhetem. És mégis, ha egy ember azt mondja például, koinom perajszhalláj, a te gyümölcsös kerteid gyümölcsei legyenek olyan, mint egy áldozat a számomra, vagyis legyenek tilosak a számomra. Ezek akkor valóban tilosakká válnak. Pedig nem az övéről van szó. Ugye, szeretném csak megjegyezni, hogy én úgy értem, hogy ennek az az oka, hogy itt valójában nem a dolgot teszi tilossá, nem a dolgot változtatja meg, hanem a saját státuszát, vagy a saját viszonyát az adott dologhoz. De mindesetre mit látok, hogy itt ő olyasmi fölött is rendelkezhet, ami nem az övé. Ha pedig ez így van, akkor rendelkezhet egy olyan dolog fölött is, ami még nem jött a világra. És tekintve, hogy a nő itt a koinom kifejezést használja, ezért rendelkezhet az olyan keze munkája fölött érvényesen, ami még valójában nem jött létre, még nincs a világon. Ugyanúgy, amellé a báje, bisléma, adom őszépénész, ha vére la, se kén adom őszépénész, ha vére, jesző, davar, s lajból ajlom, ha vére, se kén én adom őszépénész, ha vére, lajk, ha vére. Azt mondta erre a báje, várjunk csak, nem jó ez a hasonlat. Mit mondasz? Azt mondod, hogy tekintve, hogy az ember megtilthatja a fele barátja gyümölcsét magára nézve, ezért tilthatsa meg a dolgot, ami még nem jött a világra ugyancsak a fele barátjára nézve. Szerintem ez nem, a két dolgot nem lehet összehasonlítani. Miért? Én azért tilthatom meg a magam részére a fele barátom gyümölcsét, mert megtilthatnám a magam gyümölcsét a fele barátom részére. De ez nem azt jelenti, hogy megtilthatok egy jövőbeli dolgot, ami még nem jött a világra. Ugyanúgy, mint ahogy nem tilthatnám meg, hogy
Schwarz egyen grün gyümölcséből. Ugye megkérdeztem, hogy én egyek Schwarz gyümölcséből, hiába Schwarz gyümölcse nem az enyém, de azt nem tilthatnám meg, hogy Schwarz egyen grün gyümölcséből. El a amára funda a brédre vissó, bőj mereszi kocsi a dájlai szém, de a dájmi sznéuba öljön. Éppen ezért a funda brédre vissó egy egészen más választ ad. Azt mondja, hogy itt nem az a oka annak, hogy egy nő megtilthatja a jövőbeni jövedelmét a férjére nézve, mert joga van rendelkezni valami fölött, ami még nem jött a világra, mert valójában nincs joga ehhez. Itt másról van szó. Arról van szó, hogy a nő nem a gyümölcsét tiltja meg, a kezei munkájának gyümölcsét, hanem a kezeit tiltja meg. Szóval olyasmi, mint hogyha azt mondaná, hogyha egy szentélyben való felajánlásról lenne szó, így kocsül dájla összeim, a kezeim legyenek szentek azoknak, akik teremtették a kezeimet. Itt ugye nem a szentélynek ajánl föl, hanem a férfire nézve tiltja meg a keze munkájának gyümölcsét, de ő tulajdonképpen azt mondja, itt van ez a két kéz, ez egy létező dolog, minden, ami ebből a kézből kijön, az váljon tiltottá a férfire nézve. És ezért nem egy jövőbeni dolgot tilt meg, hanem egy jelenben lévő dolgot. De kika amra hachi mi me kácsan ha me sábad lé? Azt mondta, hogy bárcsak, ezt se értem. Hát ő hogyan rendelkezhetne a saját kezei fölött, akkor a kezei az övék, de olyasmi a kezei jelen pillanatban, amikor ő házas, tekintve, hogy a tartásdíj ellenében az ő jövedelme a férjét illeti, a kezei olyanok, mint egy föld, ami alá van rendelve fedezetként valamilyen tartozásnak. Mint amin elidegenítési tilalom van. A föld nem rendelkezhet, de hamra lehi megársa. Szerintem, hogy igen, úgy kell ezt érteni, hogy most nem rendelkezhet. Ha majd elválok, akkor hagyd rendelkezhessek. Tehát valóban most még elidegenítési tilalom van, úgymond idézőjelben a kezei fölött, de majd eljön az a pillanat, amikor már nem lesz az, ha elválunk, és akkor várjon ez érvényes jó. Míg minden illó ástani kadis, le kámé kadis, azt mondtam, hogy létezik ilyen? Létezik olyan, hogy valamit most nem lehet felajánlani, mert alá van rendelve egy elidegenítési tilalommal, és egy jövőben majd felajánlhatóvá válik egy mostani mondás alapján? Amelabi lai, allamem lai, ilu aimer lecham vele, szod ez usáni moichel lecholak, se knechva mimcha, ti kadés minői kacsa. Azt mondtam, hogy miért nem lehetne? Vegyünk egy példát. Ha én például azt mondom, hogy itt van ez a föld, amit most eladok neked, ha majd visszaveszem tőled, legyen a szentély tulajdona. Akkor az a szentély tulajdonává válik, pedig egy jövőbeni dologról beszélek. Azt mondtam, hogy mászkifra bírmében indami. Haszami adalágdisa, ha én mi adalagás az átszma, azt mondta a Bírmi, hogy ez nem egy jó példa. Miért? Mert itt, ebben a példában, amit most hoztunk, az illető most is eladhatná, vagy felajánlhatná a földet a szentélynek. Ő nem felajánlja, hanem eladja az illetőnek. Akkor mivel most is felajánlhatná a szentélynek, ezért van joga azt mondani, hogy most eladom neked, ha majd visszaveszem tőled, akkor legyen szent. De a nőnek nincs joga, ő nem tud kezdeményezni például egy vállást. Ő nem tudna... Nem tudná azt, nincsen rendelkezés a saját, ilyen értelemben a saját keze fölött. A lőj Dámiel elő, hogy mellek a vérés szóni, zúrsőm, a kártélek halak, se kárnati kadés dinai kacsa. Ezért inkább ahhoz az esethez lehetne hasonlítani ennek a nőnek az esetét, mint amikor valaki már eladta a földet valakinek, és azt mondja, hogy figyelj, a földet, amit eladtam neked, ha majd visszaeszem tőled, akkor az legyen szent. Nem tudja ezt mondhatja, de semmi értelme, mert ő neki nincs rendelkezési joga a föld fölött, amit már egyszer adott. Ugyanígy a nő, amikor hozzájárult ahhoz, hogy a felesége igen legyen, XY-nak, akkor azzal tulajdonképpen eladta a kezeit, elidegenítési tilalom került a kezeire, tehát nincs joga rendelkeznie, nem csak a keze általi jövedelem, hanem maga a keze fölött sem.
Mászlina fapa, mind ami haszam, gufo pénisz biada de lekeach. Haka gufo biada hu. A papa mégis azt mondja, próbálkozik, hogy mégis egy kicsit más az a helyzet. Miért? Mert amikor egy földet eladott valaki, akkor persze nem rendelkezhet fölött, amikor eladta, mert a föld maga nincs nála. A nőnél viszont, aki a kezei gyümölcsét, vagy a kezei jövedelmét úgymond eladja a férfinek, amikor a férfi megkérte a kezét, és a feleségévé vál, vagy a férjévé vált a férfi, ott a nő teste, beleértve a kezét is, még mindig a nőnél van, az nem változott meg. Halle dámja, ellenleim, lech a vejre, és szadizusi miskánti, lech a legsebb, de nem ütteik, mimhati kadés de kacsa. Ezért a legjobb metafora a nőre az nem az lenne, hogy valaki eladott egy földet, hanem az lenne a legjobb metafora, hogy valaki azt mondja, ez a föld, amit zálogként helyeztem el egy feléd való tartozás fejében, ez legyen, amikor a zálog érvényt veszíti, felszabadul a zálog alól, akkor legyen szent. Ebben az esetben igenis szenté válik, vagyis az embernek van joga ilyen módon rendelkezni a föld fölött. És olyasmi, mint amikor valaki másodhelyre helyez egy zálogot a manapság a földhivatalnak. Ahogy az első kilép, akkor a helyére lép a második. Mászkizra a sisebe érdelem idén mit, de ami haszami, addai libda isza, ha emi a delegáns átszma. De a sisebe érdelem idének még mindig nem tetszik. Miért? Azt mondja, hogy ott, amikor egy zálog van helyezve a földtulajdonra, akkor a földtulajdonosnak van autonómiája arra, hogy felszabadítsa a zálog alól a földet. A nőnek viszont nincs autonómiája arra, hogy felszabadítsa magát, hiszen a férj aktív cselekvése szükséges ahhoz, hogy elváljanak. Hallod, hogy Dámjel előim lech a vére szodezusim is kántélek, ha le eszer, sannim lesz kertelem, nyomkodik adnesti kacsa. Ezért korrigáljunk, mondja a Sisibar Gredravidi, még egy apró korrekcióval, és mondjuk azt, hogy ahhoz az eset lesz hasonlít ez, amikor egy zálog 10 évre határozott időre, 10 évre lett elhelyezve elidegenítési tilalom egy földön, amit nincs jogom most feloldani, és erre mondja azt a földtulajdonos, hogy amikor feloldódik az elidegenítési tilalom a földről, akkor automatikusan legyen szenté a dolog, és akkor ugyanúgy a szenté válik, akkor ugyanígy itt is a nő, amikor azt mondja, hogy a kezem gyümölcse váljon tiltottá rád, nézve most erre nincs joga, de majd ha elválnának, lesz joga. Azt mondta, hamul mászkepási, mint ami haszam, lesz, és De Vásinak ez se tetszik, mert azt mondja, a 10 éves időtartalomnál a 10 év le fog járni. És amikor lejár a 10 év, akkor a földtulajdonosnak teljes joga, hogy felajánlja azt a szentének. Vagy hogy felkiváltsa az zálog alól, és felajánlja a szentének. A nőnek nem határozott időre vált a feleségévé a férfinak. Tehát ő neki nincs olyan autoritása, hogy autonómiája, hogy felszabadítsa önmagát. El amara vásika innom eszka a márti sájnika innom ezek duseszek gufnim num. Unk de rabe damme rabe hengdes hamec sikrum afkén minden simud. Azt mondta erre, Ravási, megmondom neked, mi a válasz? A válasz az, hogy a koinon kifejezés, mint mondtunk, hogy olyan, mint egy áldozat, valamit ki felajánl valamit áldozatként a szentének, és ugyanezt a kifejezést használja a nő a saját keze gyümölcsére, a saját keze jövedelmére, a férfire nézve, és azt mondja neki, az én kezem jövedelme legyen olyan a számodra, mint hogyha az áldozat lenne, tehát legyen tilos. Miért működik ez? Annak ellenére, hogy a nő kezei alá vannak rendelve, zálogba vannak véve, alá vannak rendelve, hiszen a férfinek kell, hogy adja a jövedelmét mindaddig, amíg házasok, akkor mi az oka annak, hogy mégis ez a kijelentés működik? Mert a helyzet az, hogyha valaki, de dus össze guf,
Tehát egy adott dolog testének a szenté válásával ajánl fel valamit a szentének, akkor az egy elidegenítési tilalmat is felülír. Tehát például azt hiszem, hogy a mai magyar polgári jogban is van egy ilyesmi, hogyha van egy ingatlan, amin van elidegenítési tilalom, azt alapból nem szabad eladni, nem lehet eladni, nem lehet elajándékozni, stb. De például egy végrehajtásnál a végrehajtás igenis működik, és a ingatlan ingatlanon végrehajtható a dolog, a tartozás. Egy másik kérdés, hogy majd ami miatt ott egy idegenségi tilalom volt, amiatt majd a tulajdonosnak felelnie kell. De a végrehajtás felülírja az elidegenítési tilalmat. És a helyzet az, hogy ugye ez a helyzet a hegdes, a hamec és a sihrúr kapcsán. Ha valaki felajánl valamit a szentének, akkor annak ellenére, hogy elidegenítési tilalom volt rajta, a felajánlás működik. Mik ezek az esetek? Például van egy elidegenítési tilalom az én földemen, mert tartozom neked X pénzzel. Felajánlom a szentének a földet, akkor az elidegenítési tilalom dacára a föld a szentély kincstári lesz, és én aztán valami mással kell kielégítsenek. Elidegenítési tilalom van egy karé kenyere. A kenyér viszont karé kenyér. Viszont eljön a Pészach ünnepe, és a kenyér hamec, akkor a hamec ilyen ebben az esetben ugye elveszíti az értékét, hiszen innentől fogva olyan minden olyan hamec, ami zsidó tulajdonban érte meg a Pészachot, az onnantól fogva tiltottá válik, tehát gyakorlatilag olyan, mintha megsemmisült volna ez a zálogtárgy. És ugyanez a helyzet a sihrúra, hogyha felszabadítok egy szolgát, valakinek tartozom, és van egy kánaita szolgám, akit fedezetként elidegenítési tilalommal felajánlok, zálogként felajánlok, de közben felszabadítom a szolgát, a felszabadítás működik, és onnantól fogva ő elveszíti a fedezeti értékét. Ez egy dolog, ez egy fedezeti elvonás, amiért majd felelnem kell, de a dolog működik. És ugyanúgy ez a helyzet a nő kijelentésével is, amikor ő azt mondja, koinom, hogy olyan legyen a kezem munkája, mint hogyha áldozat lenne a te számodra, akkor bár a férfinek van egyfajta elidegenítési tilalma a nő kezei fölött, hiszen a nő kezeinek gyümölcse, jövedelme az a férjét illeti, vagy a férj pedig biztosítja a számára a tartásdíjat. Ennek ellenére tekintve, hogy itt a szentélybeli felajánlás kifejezését használja a nő, a dolog működik. Azt mondja, hogy mindig kácsimásra. Azt mondja, hogy a dolog működik, akkor miért csak arra gondolt Smuel, hogy ha majd elválnak, akkor majd valóban tiltottá válik minden, amit a nő csinál, és akkor ezért probléma lesz, mert nem tudnak újra összeállásodni. Legyen már mostantól, akkor már mostantól a nő mondása az legyen érvényes, és minden, amit a kezével megszerez, az legyen tiltott a férfire nézve. Al muei, de bonanesi budi, de bálkeik, de löjtik adesu ásra. Azt mondja, Talmud, a rabbik megerősítették a férj jogát a keze, a nő, a felesége keze fölött, hogy a jelen pillanatban, amikor még házasok, akkor a nő ne tudjon egy ilyen kijelentést érvényesen tenni, úgy, hogy az már mostantól érvényes legyen. Hú, kedves barátaim! Oké, idáig tart ez a kicsit elvont és bonyolult szugja. Most egy következő misna jön, amiben viszont már sokkal praktikusabb kérdésekről lesz szó, de még mindig a tartásdíj és a nő jövedelmének viszonya tekintetében. Azt mondja a misna,
Még nem lakha és isa, hiszen a bájla a következő munkákat kell a nő végezze, akkor, hogyha egy háztartásban él a férjével. A következő munkákat kell, hogy a férje számára végezze. Töjhenesz, kell, hogy a búzát megőrölje, és tisztet csináljon belőle. Olyfa, kenyeret kell süssön. Mechabeszet, mosson, mevaseresz, főzzön. Menika ez bena, kell, hogy a fiát szoktassa, mert cászlója mita, meg kell, hogy az ágyat meg kell, hogy ágyazzon, vagy iszabet szemmel, és kell, hogy a gyapjút fonja. Ich niszele is sifkáhász, hogyha a nő a hozományával hoz egy szolganőt, akkor egy szolganő fölmenti azzal, hogy te cheneszülé, aifa, belémechabeszesz. Most már nem kell őrölni a búzát, és nem kell sütni a kenyeret, és nem kell mosni, mert ezt már elvégzi a sifra, a szolganő. Stein, ha két szolganőt hoz be, én már se lesz, vagy én már Nika ez benne, akkor már nem is kell főzni, és nem is kell szoptassa a gyereket, mert azt is elvégzik a szolgát. Salés, hogyha három szolganőt hozott be, én meg cászlóan mit a léna összebet szeme, ha három szolganőt, akkor már ágyaznia se kell, és a gyapjút sem kell fonni, azt is a szolganő csinálja. Árba, és sevezbek a tedra, hogyha már négy szolganőt hozott be, akkor ülhet a díványon, és nem kell semmit csinálnia. Lezerei, mert a filéhészelei, mert a svaha, és kajfalászözbe szeme, Lezer azt mondta, hogy még ha 100 szolganőt is hozott a nő a hazamánya, a férj akkor is készíthette ti, hogy dolgozzon. Legalább fonja a fonalat, a gyapjút. Miért? Csába, tolom, hogy vijeli de zima. Mert a semmittelés az szemérmetlenséghez vezet. Mi simogam lélmi, áfa mádi lesz Isten, lászasz, mert lakhi, jajce, vitenk szíva. Hasonló gondolatból mondja azt, hogy simogam lél, hogyha valaki a feleségét megesketi, rákényszeríti, hogy fogadalmat tegyen, hogy nem dolgozik, akkor azon nyomban el kell válnia tőle, és ki kell fizetni a ketubát, mert ilyet nem lehet csinálni, abban a talami videi lidei simum, mert a semmittelés az őrületbe viszi az ember. Én mondjuk, ha valaki meg is teheti, olyan gazdag, akkor is érdemes dolgozni, mert a semmittelés az vagy szemérmetlenséghez, vagy őrültséghez fog vezetni. Oké, most nézzük a Talmud részesen átveszi. Hogy mik ezek a munkák. Tehát, hogy Henesz, azt mondta a Misna, hogy őrölje a búzát. Szálka dajtach? Tényleg? Ő maga őrölje a búzát? Mert nem viszi el a malomba. Ele én mamát Henesz. Azt mondta, amúgy úgy kell érteni, hogy elviszi a búzát őröltetni a malomba. Vibba is szemben a hajdida, vagy esetleg lehet, hogy tényleg egy ilyen kézi malommal csinálja a búzát, vagy a lisztet. Azt hiszem, de egyébként Rabbi Chia, azt mondja, a Talmud, ami Misnák úgy tűnik, hogy nem Rabbi Chia véleményét követi. De talán Rabbi Chia, én is ellene jajfi. Mert Rabbi Chia azt mondta, ugye szemben az, amit a Misnák mondta, hogy a nő mindenféle munkát kell, hogy végezze, Rabbi Chia azt mondja, nem, a nőnek nem kell dolgozni. Miért? Én is ellené, egy nő csak azért van, mert szép, a szépségét kell élvezni. Én is ellené van, és azért, hogy legyenek gyerekek. Mert tanulja, hogy Hia, én is ellené, a Sita is. Hia azt is mondta, hogy egy nő azért van, hogy szépen föl lehessen öltöztetni. Mert tanulja, hogy Hia, a rövicesi, Áden az Isten, ami sem lehet, Pistan. Azt is mondta, hogy Hia, hogyha valaki azt akarja, hogy a felesége szép legyen, akkor öltöztesse föl szép lenruhába, a rőzösi álmén ez bitoly.
ha valaki szépíteni akarja a lányát, akkor jachi lenne, freichin, jas, kendo, halof, szamukra, pirka, akkor etesse kis csibékkel, és itassa tejjel a pubertáskorban. Kedves barátaim, itt fogunk ma megállni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Holnap reggel szokásos időben, szokásos helyen, szokásos lelkesedéssel folytatjuk tanulmányunkat. Köszönöm szépen. Addig is kívánok mindenkinek minden jót. A legeslegjobbakat a viszontlátásra, a viszonthallásra.